A vérszívók általában talajrepedésekben töltik a telet. A nagy tavaszi rajzás február végén, március elején indul. A Kárpát-medencében 24 kullancsfaj van regisztrálva jelenleg. Leggyakrabban a közönséges kullancsal találkozunk, amely általában száraz fűszálak végén található. De mi történik, amikor rákerül a kullancs az emberre? A tövőrosszán keresztül keresgél a testen, mire végül megtalálja a megfelelő helyet, és utána kezdi majd gyakorlatilag befúrni magát a bőrbe. De még ekkor se történik semmi gond egyébként, mert körülbelül egy napig nem szív vért még, és ez azt jelenti, hogy akkor csak beágyazódik, a szájszervit behelyezi megfelelő helyre, és addig, amíg nem kezd el szívni vért, addig nem is áll fönn az esélye annak, hogy esetleg mondjuk fertőzött kullancsként ugye bejuthatna bármelyik kórokozónak a kórokozója a sebbe. Herbut Elvira gyermekgyógyász elmondta, ahol magasabb fű van, oda ne nagyon engedjük a gyerekeket, de a legfontosabb átnézni a hajlataikat, mikor hazaérnek. A legfontosabb az, hogy akkor legtöbbször mondom eljönni és kivenni. Megfelelő mozdulattal kell kivenni a kullancsot, mink szakszerűen itt kivesszük, szóval vannak ilyen csipeszek is, amivel különösen ki lehet venni. A legfontosabb, hogy nem megnyomja a gyomrát, és akkor már avval még jobban belelöveljük a vírus vagy a baktériumot, hogyha fertőzött. Na most fontos, hogy a kullancsok, nem mind kullancs fertőzött, vannak régiók, ahol fertőzött kullancsok vannak, ahol nincsenek. Ilyenkor február végén leginkább azok a kullancsfajták jelennek meg, amelyeknek elsődleges célpontjuk az állatok. Milorád Jáksi, topolyai állatorvos elmondta, ilyen enyhe tél mellett szinte az év minden napján távolítanak el kullancsokat az állatokból, ezért a védőcseppeket havi szinten ajánlatos alkalmazni. A kullancs 20-25 fajta betegséget terjeszt az állatoknál. A leggyakoribb és a leggyorsabb lefolyású ezek közül a babézia, ami 48 órán belül megtámadja a vörös vérsejteket. Az állatot azonnal orvoshoz kell vinni. És más-más stádiumban hozzák be a kutyákat. Vannak a kutyák, akik csak egy kicsit olyan kedvetlenek, de leginkább a kutyák ki vannak fehéredve. A szemfehérjük ki van fehéredve, olyan, mint a porcelán, fehér, és a fog ínye, az is ki van fehéredve. Sajnos még mindig nem veszik elég komolyan a kullancsok elleni védekezést, mondta az állatorvos. Megfullad a kutya, ha nem kerül idejében orvoshoz.